Az Agrárminisztérium tájegységi fővadászainak szervezésében országszerte vadétellel járulnak hozzá az egészségügyi dolgozók munkájának megsegítéséhez. A széles körű társadalmi összefogás keretében a vadászok és vadgazdálkodók által felajánlott vadhúsból az akció keretében országszerte 35 helyszínen mintegy 5000 adag vadétel kerül a kórházi dolgozók asztalára. A karcagi Kátai Gábor kórház is megkapta az adományt. Én azt látom, hogy amikor összefogásra van szükség, akkor megtalálják egymást a szereplők, hiszen a vadgazdálkodással foglalkozó 12 szervezet, két tájegység megtalálta a Kátai Gábor kórházat, és felajánlotta azt a vadhúst, amit itt a környéken ejtettek el. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy finom étel készül a kórház az egészségügyi dolgozók számára ebből a vadhúsból, ez egy nagyon jó gesztus is, hogy mindenki a munkája során gondol azokra, akik tesznek értünk, akik vigyáznak a mi egészségünkre, és azt látom, hogy a vadászok is gondolkodnak az egészségügyi dolgozón, de az élet minden területén nagyon sokan vannak, akik segítik az egészségügyet, segítik a rendőrséget, a katonaságot, segítik egymást, akár a civil, akár a szociális szervezeteket. Az átadáson Kocsmár Gyula, a nagykunsági tájegységi fővadásza is beszélt. Jelen pillanatban átadott őszhúst a 106-os nagykunsági tájegység és a 311-es tiszatavi tájegység vadászata jogosultjaiból adományozták össze. Ez 24 darab ősztestet jelentett, és akkor a 106-os nagykunsági tájegységből a Búzakalász Vadásztársaság Tiszaörs, Herman Otto Vadásztársaság Fegyvernek, a Hofi Géza Vadásztársaság Tiszapüspöki, a Közép-Tiszai Vadásztársaság Bánhalma, a Kunmag Kft. Kunmadaras, a Nagykunk Vadásztársaság Karcag, a Nefag Zrt. Szolnok, Petőfi Vadásztársaság Kisújszállás, a Tiszamenti Vadásztársaság Törökszent Miklós Súrján, valamint a Tiszamenti Fövenyes Vadásztársaság Tiszaszőlős adományozta, a 311-es vadgazdálkodási tájegységből pedig a Paphalmi Diana Vadásztársaság Abáccalókról, a Tiszafüredi Föltulajdonos Vadásztársaság Tiszafüredről, valamint a Tiszamenti Föltulajdonos Vadásztársaság Nagy Iványról. Vadhúsfogyasztás népszerűsítése, valamint az egészségügyi dolgozók munkájának elismerésére hozták, vagy döntöttünk, vagy találtuk ki ezt a lehetőséget, és ehhez a vadászatra jogosultak is támogattak bennünket. A széles körű társadalmi összefogás részeként a vadászok, vadgazdálkodók 184 kg konyhakész, 24 darab őszhússal járultak hozzá a dolgozók járvány elleni küzdelméhez. Az összes vadásztársaság a Tiszatavi tájegységbe úgy gondolta, hogy nagyon fontos, hogy az egészségügyi dolgozók munkáját ebben a jelenlegi helyzetben elismerjük. Ha nem is egy olyan nagy, de ezzel a jelképes adománnyal is szeretnénk a munkájuk megbecsülését elismerni. 184 kg vadhús érkezett a két tájegységből, a Tiszatavi és a nagykunsági tájegységből. Ez a kórház dolgozóinak, minden dolgozónak fog belőle jutni. Ez egy országos kezdeményezés az Agrárminisztérium vadgazdálkodási főosztályától, tehát az országnak a több pontján is történt ugyanilyen felajánlás. Nyilván a környékbeli vadásztársaságok a saját faunájuknak megfelelő vadhúsokat ajánlottak fel a kórházi dolgozóknak. A Kátai Gábor kórház dolgozói nevében Nagyné László Erzsébet főigazgató köszönte meg a nagylelkű, nagy mennyiségű adományt. Először is szeretnénk megköszönni a Kátai Gábor kórház dolgozói nevében ezt a igen nagy lelkű és nagy mennyiségű adományt. Sok-sok adomány érkezett az intézménybe az elmúlt két hónapban, de ilyen jellegűt még nem kaptunk. Hát a Kátai Gábor kórház konyhája egy 1000 adagos konyha, és az itt dolgozók főztek már nem egyszer vadasételt, ilyen mennyiségben még nem, de a kórház dolgozói számára természetesen el fogják készíteni, úgyhogy itt a konyhánkon fog elkészülni, és minden kórházi dolgozó kap ebből az adományból. Nagyon szépen köszönjük még egyszer. A felajánlott és az Egerbocsi Vadker Kft. Által feldolgozott őszhúsból a Kátai Gábor Kórház konyhájának profi csapata készíti el az ebédet a dolgozóknak.